Évköszöntő fuvolzene és kórusének újévi koncert tizedszer. Rosszul sikerült, hamarosan javítják a Kossuth utcát. 5 millió forint testvértelepülési kapcsolataink erősítésére. Köszöntöm Önöket, ez a JTV heti híradója. Tizedik alkalommal is muzsikával köszöntötte az új esztendőt János Somorja. Most a Mofén fuvolzenekar, a Canto Excolo kamarakórus és a János Somorjai fuvolzenekar örvendeztette meg a helyi közönséget. Szólt 10 évvel ezelőtt a Canto Excolo kamarakórus és a János Somorjai Fúvós Egyesület közös száma az első újévi koncerten. Ez a dal az idei jubileumi műsorban is felcsendült szombat este a két együttes előadásában. A 2015-ben a Keszthelyi minősítőn aranydicséretet szerzett kórus sokat koncertezik az adventi időszakban, és szívesen tesz eleget jótékonysági felkéréseknek is. A 10. újévi koncerten a Mofén Fúvós zenekar is játszott, könnyedebb darabokból, modern zenekari feldolgozásokból és operett slágerekből is kapott ízelítőt a népes közönség. A János Somorjai Alapfokú Művészeti Iskola fúvós kamara együttese is szerepelt fiatalos darabokkal. A jelenlegi és régi diákokból álló zenekarban a Fúvós Egyesület tagjai és a Művészeti Iskola tanárai is játszottak. Az újévi koncerten az est házigazdája, a János Somorjai Fúvós Egyesület polkákkal szórakoztatta a közönséget. A koncert végén pedig a két fúvós zenekar együtt állt a színpadra, megénekeltetve a közönséget is, majd meglepetéssel kívántak boldog születésnapot a jubiláló együttesnek. A János Somorjai Fúvós Egyesület és a Mofén Fúvós Zenekar már többször lépett fel együtt. Általában inkább szabadtéren, nyáron, nyári fesztiválok idején, akkor van erre lehetőség, hogy több zenekar összeáll, és közösen játszanak. De hát ez is nagyon jó volt, és én nagyon örülök, hogy ez így sikerült itt János Somorján. Régi a kapcsolatunk, valójában a zenekarral ide-oda voltak már fellépéseink, tehát ők hívtak bennünket rendezvényre, mi hívtuk őket, és úgy gondoltuk, hogy talán ez az újévi koncert, ez lesz most egy olyan rendhagyó esemény, amely természetesen ad lehetőséget arra, hogy ők is bemutatkozzanak, illetve közösen is, illetve a közönséget szórakoztassuk. A hangverseny után a fellépők egy pohár pezsgővel kocintottak a közönséggel, és kívántak egymásnak boldog új évet. Sokaknál hagyomány, hogy részt vesznek az újévi hangversenyen. Először azért, mert a fiam zenél, azért jövök el, meg minden évben eljövünk. Minden évben eljövünk, szeretjük a fuvózenét. Hát talán az összes, hogy a közösen játszottak, de a miénk is, meg a fiatalok, tényleg szóval, az utánpótlás, az nagyon ügyesek. Hát én például a férjemet meg a fiaimat kísértem, ők a Mofém zenekarban zenélnek. Férjem mondjuk a Canto Excolo kórusban is énekel, mi gyakori vendégek vagyunk itt a János Somorjai Kultúrházban. Az elmúlt 10 év újévi koncertjei már számos helyi fellépő, művészeti csoport színpadra állt, de több vendégművész és környékbeli kórus is megfordult. A bevételt minden évben jótékony célra fordítja a zenekar, az idei adományokból kottákat vásárolnak. 18 ezer eurót, azaz több mint 5 millió forintot nyert János Somorja testvértelepülési kapcsolatai erősítésére az idei városnapok keretén belül. Az Unió brüsszeli központja által kiírt Twinning Town pályázati forrás segítségével testvértelepülésünk nagyfödémes lakói, illetve az egykor innen a németországi Neuhausenbe kitelepített németajkúak és leszármazottaik kerülhetnek közelebb a János Somorjaiakhoz. A programok az idei városnapok köré csoportosulnak majd, és egyformán szolgálják a kapcsolatépítést, a szórakozást és az emlékezést. Ennek keretében avatja majd fel a három fél közösen az önkormányzat által a vasútállomásra tervezett ki- és betelepítési emlékparkot is. Innen indultak és ide érkeztek a ki- és betelepítetteket szállító szerelvények. A város két éve pályázik már erre, mindvégig sikertelenül.
Most azonban az önkormányzat pályázatírója segítségével elértük a célt. A szakember fél éves munkája során közel 11 millió forintot nyerhetett el különböző célokra János Somorja, és több pályázati eredményre vár jelenleg is. Ezt sikernek ítéli a városvezetés. A hozzáfűzött reményeimet, tehát amit én ehhez a poszthoz fűztem, az elmúlt fél év igazolta, és remélem, hogy az elkövetkező időszak még inkább ráerősít arra, hogy ez egy jó döntés volt. A képviselőtestület jó döntést hozott akkor, amikor ezt az állást meghirdette és létrehozta. Most 17-ben újabb kiírások várhatók, hisz a kormánynak az a szándéka, hogy 18, illetve 17 év végéig az összes pályázatot, EU-s pályázatot szeretnék kiírni, tehát ebben az évben sok munka lesz. Sok munkája lesz a pályázatíró referensnek, úgyhogy én remélem, hogy jövő ilyenkor újabb sikerekről és eredményekről tudunk majd beszámolni. Nem sikerült jól a pusztasomorjai Kossuth utca nemrég lefektetett új burkolata, ezért hamarosan kijavítják a hibát. Mivel az útszakasz javítására ősszel tudott forrást elkülöníteni a város, az időjárási körülmények nem voltak kedvezőek a kivitelezés során. A burkolat ezért több helyen jól láthatóan egyenetlen maradt, amit az önkormányzat jelzett is a kivitelezőnek. A cég vállalta, hogy még decemberben kijavítja a problémát, de a városvezetés úgy döntött, nem érdemes még egyszer a rossz időt kockáztatni, a munkát tavaszra halasztotta, annál is inkább, mert az út felülete jól járható. Ezért mihelyt az idő engedi, tavasszal közel 150 méter hosszon, teljes szélességében ismét felmarják és újra aszfaltozzák a szakaszt. Ősszel erre közel 10 millió forintot fordított a város, most a javítás nem került többletköltségbe János Somorjának. Nem, természetesen ez nem került többletköltségbe, tehát a kivitelezőnek a kötelessége, hogy ezt elvégezze ezt a munkát. Ugyanakkor érdeke is, hiszen ezt kikötöttük a szerződésbe, hogy az útépítésre 5 éves garanciát kell vállalnia, tehát hogy ezt a garanciát ezt megfelelő módon tartani tudja, ez az ő saját érdeke is, hogy ez ilyen módon megtörténjen. A Doni tragédiára emlékezik a Hármas Halom Hagyományőrző Egyesület csütörtökön a pusztasomorjai temetőben, Pápai Nándor Donkanyarban elesett őrmester sírjánál. A szervezők minden érdeklődőt és emlékezni érkezőt a temető bejáratánál várnak majd este 17:30. Pénteken este 7-től ismét 56-os filmklub várja a mozirajongókat a Művelődési Házba. A Berni Követ című alkotást láthatjuk Kulka János főszereplésével. Elsőként tart szombaton gömböcölő fesztivált János Somorja. Tavaly az iskolákban jelentek meg Mohácsról származó helyi busók, idén már az egész városban láthatjuk őket. Egész nap maskarás bemutatók, városi disznótor, télkergető kiszebábégetés és egy igazi délvidéki hangulatú bál várja az érdeklődőket. Részleteket a város honlapján és a JTV képújságjában is olvashatnak. Ezek voltak 2017 első hetének hírei. Tartsanak velünk egy hét múlva is, viszontlátásra!